Dordogy megyében leszünk. És ennek a Dordogy megyének a területe, ez körülbelül lefedi azt a valamikori középkorban létezett Périgord nevezetű grófságot, ami Akvitánia hercegség alá tartozott, tehát a périgóri grófok Akvitánia hercegeinek hűvéresei voltak. A Périgord név az Nagy Károly idején fölbukkant egyébként, tehát a frank uralkodó idején, és aztán később mindenféle kezeken át kerülve végül egy szerződés következtében 1607-ben került a périgóri grófság véglegesen a francia királysághoz. Körülbelül 140 falu található Périgord területén összesen. Tőlük balra a Dordogy folyó kanyarog. Ezen a területen nagyon-nagyon sok olyan település van, amely Franciaország egyik legszebb faluja kitüntető címet viseli. Dom is, Benek is, Larongezsek is. Rengeteg a vár és a kastély erre. Dom. Erőfal veszi körül. Ez volt a legfontosabb kap, ugye innen lehetett a legkönnyebben megközelíteni. Egy 200 méter magas, csak magasodik a Dordogy fölé, és a szikla maga 100 méteren is magasabb, amire épült. Kilátás a fal mellől a környékre. Azon a kapun keresztül érték el a helyiek a forrást. Az előírás szerint csak ezt a fajta követ, ezt a zsokkersárga homokkövet lehet használni az építkezésre. Egyáltalán nem lakott az összes ház. Vannak üzletek, van egy bevásárló utca. A település jelentőségét mutatja az, hogy pénzverési joggal is rendelkezett, és ez volt a pénzverbe ez a kis épület, és jelenleg egy ötvös ülésnek a van. És itt pedig egy mosoda található. Templomosok között használt egyezményes jelek lennének, amelyeket más környékben, ilyen várbörtönökben is megtaláltak, mint például a grál szimbólumaként egy oktogon, a háromszög és rajta a kereszt a Golgota, a kör az a bezártság és a rabság, a négyszög alak az a templom, tehát hogy ilyen jelentések lennének, de ez légből kapott, azt mondják ezeknek a jelentések, hogy hihetően való értelmezések.
tényleg Leró Gezsák, Franciaország egyik legszebb faluja, a kitüntető cím birtokosa. A történelem előtti időkben már laktak itt emberek. Az ismert történelme a 9. századon megy vissza a normannoknak a Dordognon való felhajózásával. Ebből az időből csak a sziklaerőd maradt meg ott a sziklafal közepén. Ezután megerősítették a várost, és át kellett, hogy élje a település a háborúkat, de soha erővel nem tudták bevenni. A reneszánsz időkben nemesek és polgárok telepedtek le a faluban, és velük jöttek az irodalom emberei és tudósok is. A forradalom után a hajózás intenzívebbé vált, így egy kereskedelmi központtá vált, miután korábban egy katonai erőd volt, de mindvégig nagyon fontos volt halászóhelyként halászoknak az otthonaként. Feltűnik hamarosan a templom 14. századi román stílusú, egészen a 19. századig palával fették a helyi házaknak a tetőit. A település középpontjában ott látjuk azt a szép nagy kastélyt, 16. században Jean Tard építette, aki egy nagy utazó volt, kanonok, történész, matematikus, csillagász, és arról is ismert, hogy Galilei barátja volt, meg kellett tagadja meggyőződését. Erővel vontató ösvényeken húzták a hajókat fölfelé. Jelenleg a vontató ösvények már nem igazán láthatóak. Egy ilyen hajó körülbelül 21 kilométert tudott folyásirányal szemben megtenni naponta, és 7 kilométerenként váltották a vontatókat. A 19. század közepén az emberi erőt marhákkal váltották fel. Ez a fajta hajózás és munka egészen a 19. század végéig fennmaradt, 1882-ben megérkezett a vonat Szárlába, 4 évvel korábban a filoxéra kipusztította a szőlőket, ez volt a domiboroknak a vége, és a középső völgyben, folyószakaszon kereskedelmi hajózás vége is. A mi hajónk egy ilyen régi hajónak a pontos mása, szerkezetét tekintve, de anyagait és nagy tehetségét tekintve nem. Ez egy lapos fenekű hajó, merülése 35 centi, akkor, amikor teljesen megvan terhelvetett tisztonna, árit tud vinni.
Most, hogyha felnézünk magasra, látjuk az 1957-es január 17-i sziklaomlásnak a nyomát. Itt a sziklafal magasában az az okkersárga friss szín, ami még nem szennyeződött be. 6000 köbméter szikla szakadt le akkor rá a falura, 12 házat elpusztított és 3 embert megölt. Feltűnik egy másik nagyon szép kastély előttünk, és meglehetősen nagy. Ez a Malartri kastély, a 19. században egy illusztris diplomata család építette, reneszáns stílusban, nagyon jól sikerült utánzat, annyira patinások a kövei, jelenleg bérelhető a kastély, tehát szálláshelyként működik nyaranta, illetve tavasztól őszig. Itt pakolták be is ki az árucikkeket, most látjuk itt a két nagy fa alatt, tehát ezt a rámpát. Perának hívták helyi nyelven ezt a kis kikötőt. Azt jelenti a Pera, hogy kis kikötő konkrétan. Sokféle fát találhatunk itt a partokon. A jobb parton gyökerükkel a vízben vannak fűzek, juharfa, éger, amelynek a gyökere arról híres, hogy nagyon jól megtartja a partot. És a dombos balparton pedig akácfákat, tölgyfákat és gesztenyefákat láthatunk. És itt sok a gomba is a fák alatt. Hamarosan ahhoz a helyhez érünk, ahonnan a pala követ kitermelték, bal oldalon lesz a fák alatt. Úgy néz ki, mintha egy épített fal lenne, de valójában ez egy pala bánya. Ezzel burkolták tehát a helyi házaknak a tetőit. A tetőnek a súlya az négyzetméterenként az 500 és 800 kg-ot is elérhette, hogyha tehát palakőből készül. Nagyon erős átcsolatot kellett készíteni a tetőknek. Gyakran egész fatörzseket használtak eredetként. A 13. század közepén Szent Lajos és III. Henrik aláírták azt a szerződést, ami Castellót az angoloknak adta, és 1273-ban aztán visszakapták a törvényes örökösök, akik hűséget fogadta a Franciaország királyának. A 13. századnak a vége az egy viszonylagos, virágzó és nyugodt időszak volt a kastély életében. Périgord egyik legjelentősebb uradalmává vált a terület. 1337-ben kitört a szerzéses háború, az első évtizedek inkább az angoloknak kedveztek, és Castelnauval együtt egész Akvitániát megkapták, de a francia király aztán megparancsolta, hogy ostromolják meg a várat. 3 hétig tartotta az ostrom, és elűzték innen az angolokat véglegesen. Másik társasággal jól van. Nem baj, azért üdvözöljük őket. Hello, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Passe par un grand trouble, canaria.